Kedves nyolcadikosok, pedagógusok, szülők és gyermekek! Most is Isten igéjét olvastam, és szeretném mindenkinek a szívére helyezni. Ma a Máté írása szerint való Szent Evangélium 13. részéből a 45., valamint a 46. verseket olvasom fel. Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre, elméne, és mindenét eladván, amilyen volt, megvevé azt. Ebben a mai anyagias világunkban, lehet, hogy ebben az igéből elsősorban ez tűnik ki, hogy igaz gyöngyről, kereskedőről és pénzről van szó. De nem szabad elfelejtsük azt, hogy kezdődik ez az ige, hogy hasonlatos a mennyeknek az országa. Tehát azt akarja az Úr Jézus Krisztus a mi szívünkbe helyezni, hogy e földi életben ne a múló értékek után szaladjunk, hanem keressük meg és találjuk meg azt az igaz gyöngyöt. Én sok-sok példát mondhatnék igaz gyöngyre, de mindenki saját maga kell megtalálja, hogy az ő élete számára mit jelent ez az igaz gyöngy. Ezt kell tegyétek ti, most végzősök, nyolcadikosok, ezt kell tegyék a pedagógusok, szülők és a többi gyermek is. Mert ebben az összekumszálódott világunkban sokszor éppen az igaz gyöngy veszíti el az értékét. Abban az időben, amikor a Szentírás íródott, ez az egyik legnagyobb értéket jelentette. Ezt kell ti is megtartsátok és megőrizzétek, hogy a legnagyobb érték, az igaz gyöngy, az mindig ott legyen. És ez nem adatik csak úgy meg. Nem pottyan le onnan fentről tiszta ingyen. Hanem az igének a második verse mondja, hogy egy drága gyöngyöt talál és mindenét eladja. Azért, hogy megverse azt. Tehát az igaz gyöngy az áldozatot kér. Az áldozatot követel. Ti, kedves ifjak, áldozatot kell hozzatok ezért. Hiába gondoljátok, hogy ma a számítógépek világában csak egyet pöccintünk és minden megadott. Nem. Az, ami bennetek van, az, amit elsajátítotok, az, ami a tietek, az mindig megmarad. És ha igazi érték, akkor fényességét sem veszíti el. És itt van a szülőknek és a pedagógusoknak is a nagy szerepe, hogy igaz gyöngy értékeket adjanak át. Ne múló, és ne csak divat szerinti értékeket, hanem olyanokat, amelyek kibírják az időnek mindenféle fajta megpróbáltatását. Ne legyen tehát az áldozathozatal túl drága, vagy túl sok. Merjétek vállalni, ti nyolcadikosok, mert ha meglátjátok majd, és ha kikerültek a Zuzani iskola padjaitól, meggyőződtek arról, hogy igen, ez az első 8 év, ez csak egy csepp volt a tengerben. Ami ezután következik, az majd még jobban meg fogja határozni életeteket, fejlődéseteket. És kedves szülők, pedagógusok, ugyanúgy ne legyen sok vagy drága, ha az igaz gyöngy keresés útjában időnként áldozatokat kell hozni. Most sokszor ezt nézzük, hogy mit kapok ezért. Ki fizeti ki ezt nekem? Ezt sokszor nem szabad kérdezni, hanem az áldozatot azt annélkül is meg kell hozni. A vakáció ideje is legyen egy ilyen időszak, amelyikben benne van az önfelett vakációzás, benne van a játék, de benne van az is, hogy ez alatt az időszak alatt sem szabad elfeledkezni erről a keresésről. És a reménységről, hogy az Úristen megadja a mi számunkra az igaz gyöngyöket, hogyha azt mi igazán szívből, lélekkel tudjuk kérni. Adja a fennvaló, hogy így legyen, és ne ellankadt, ne kiábrándult, ne az élettől megsavanyodott emberek legyünk, hanem olyanok, akiknek a szívében és a lelkében mindig ott van a hit és a reménység. Amen.